Elektromos autó, roller, kisbicikli és gokárt is előkerült a Kressz Park családi napján. Végre igazán jó időben sok-sok gyerekkel avatták fel a nemrég megújult létesítményt. A földnapi programon adták át az új, akadálymentes szociális helységet, ami az Aktív felajánlásának köszönhetően készült el. A nagyvállalat már korábban is támogatta az Agórát. Három kis autót, elektromos kis autót ajándékozott az Agórának, és ezzel a szombathelyi gyerekeknek, családoknak, amelyet azóta is nagy örömmel használnak. Egy nagyon fontos további felajánlást kaptunk tőlük, mégpedig a Kressz Park kiszolgáló helyisége a mosdó kialakítását támogatták teljes egészében 1,5 millió forintból újult meg ez a mosdó helyiség. Előbb a víztorony újult meg, majd belügyminisztériumi és önkormányzati forrásból összesen 150 millió forint értékben teljes körűen rendbehozták a Kressz Parkot is. A beruházás széles körű összefogás eredménye. A szociális helyiség az azért fontos, mert hogy a gyerekeknek valahova, ha gyorsan el kell futni, akkor nem kell bemenniük magába a víztoronyba, hanem ide tudnak menni. Így komplex egyébként ez a beruházás, úgyhogy mi nagyon örülünk és hiszek abba, hogy ez a hely, ez a jövőről fog szólni, már most is erről szól, hogy a magyar gyerekei a jövőben itt megtanulnak közlekedni. A gyerekek gyakorlati forgalmi vizsgán vehettek részt, aki sikeresen teljesítette a feladatokat, névre szóló gyerekjogsit kapott. A mentők és a tűzoltók járműveivel is közelebbről meg lehetett ismerkedni, a víztoronyban pedig arcfestéssel, kézműveskedéssel várták a családokat. Lili cicát készített papírból. Egy picit szeretem őket, meg cukik, hogyha picit. Az országos viszonylatban is párját ritkító Kressz Park 1966 óta szolgálja a szombathelyi családok kikapcsolódását és a játékos tanulást.